A felső ajtókra prémium mat minőségű fóliákat fogok feltenni, a bal oldalival kezdem, ez egy tört fehér színű. Nagyon figyelj oda, a hátoldalán a méretezés egy picit becsapós nekünk, hiszen az egyik oldalon látod ezt a fajta beosztást, ne ezt kövest, hanem nyilván a másik oldalán van a valódi centis beosztás, ezt használd majd. Ennek az ajtónak csak az előső részét fogom bevonni a fóliával. 25 cm széles, 54 cm magas, és ennek megfelelően vágtam egy akkora darab fóliát, ami csak egy picikét nagyobb, mint maga az ajtó. Az első részen kicsit lehúzom a hordozó réteget, és felillesztem az ajtó tetejére a fóliát. Ellenőrzöm, hogy jó-e a méretem, tehát hogy minden oldalt befedje a fólia az ajtót, alul végigér, baloldalt viszont egy picit kilátszik az ajtó szélet. tényleg nagyon kevés ráhagyást hagytam, úgyhogy egy picit igazítok rajta. Akárhányszor tudsz így igazítani, hiszen nagyon könnyen visszahúzható a fólia, és újra ráilleszthető a helyére. Amikor megvan a pontos hely, akkor. Alulról húzom a hordozó réteget, felül simítom a simítóval, és láthatod, hogy nagyon könnyen lehet felsimítani. A prémium fóliáknak ez egy nagyon jó tulajdonság, hogy ötször könnyebb felhelyezni, mint a normál fóliákat. Vastagabbak, mint az átlag fóliák, ezért jobb fedőképességet biztosítanak, és kisebb a színáthajlás is. A felületet teljesen mat. A teljes anyagában színezett, ezért a kisebb karcolások kevésbé látszanak meg rajta, a felülete pedig érdesített. 80 fokig hőálló. Még egyszer átsimítom a felületet, és az éleknél leélezem. Ezt lehet csinálni a simítóval is, de én például jobban szeretem kézzel, jobban lehet érezni, tehát így áthúzom az éleknél, és rögtön látszódik, hogy hol kell majd elvágni. Amikor így a szélétől próbálom indítani, nem mindig szokott sikerülni, jobb, hogyha bevágsz valahol, az egyik részt visszahajtod, ráfekteted a pengét a bútorlapra, és innen könnyebb végig tolni a szikét. Azután ki kell hajtani ugye az előző részt, és azon is végig húzni a szikét. A jobb oldali részen látszik igazán, hogy spóroltam a fóliával, hiszen egy icipici felesleg van, csak óvatosan tolom neki a pengekést. Így is van, amikor picit úgy félre megy, de ilyenkor újra el lehet kezdeni, újra neki tolni, és szépen le lehet szedni azt a 1-2 mm-nyi pluszt is. Baloldalt és fölül is ugyanezt csináltam, ugyanígy vágtam le a felesleget. A prémium matfólia vastagsága miatt egyébként talán ez a legjobb megoldás, amikor csak így elől vonod be az adott felületet, de a másik három ajtónál én úgy csináltam, hogy behajtogattam az éli részekre, úgyhogy ha érdekel, akkor nézd meg a többi videót, és abban fogod látni. Illetve nagyon jó megoldás még az is, hogyha rámelegíted a sarkokra, és úgy vonod be az oldalsó részeket. Erről is van már külön videó, Keresd meg a tapétakarnis videói között, és nézd meg, hogyha neked ez a megoldás tetszik jobban. Ne felejtsd el a simítóval átmenni minden felületen, még ezeken a vágott részeken is, hiszen, hogyha egy ici is láthatatlan, de érezhető sorja van, a simítóval azt el tudod így tüntetni. Nézzétek még meg a hasonló színű DC-fix fóliáinkat. Az első a Madbés, a második a szent mat, a harmadik a fényes vajszín, és az utolsó pedig a fényes magnólia. Itt a baloldali ajtón pedig ugye a Gekofix tört fehér mat prémium fóliája van. Mindegyiket megtaláljátok a tapétakarnis oldalán, illetve gyertek el hozzánk Dabasra, nézzétek meg személyesen őket.